Sziasztok! A mai sminkemet Rihanna inspirálta, aki a Riri nevű parfümjének a reklámjában viselte ezt a nagyon szép rózsaszín sminket, ami egy kicsit Cut Crease-es kialakítású, tehát eléggé erőteljes a mélyítő vonal. Igaz, nekem nem sikerült olyan szépen, mint neki, mert nekem enyhén lelógó a szemhéjam, de azért igyekeztem szinte teljesen ugyanúgy lemásolni ezt a sminket. Ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem! Első lépésként lealapozom a szemhéjamat az e.l.f. Mineral Eyeshadow Primerével, amit az applikátor segítségével viszek föl a szemhéjamra, és az ujjammal dolgozom el. Ezután a Too Faced Chocolate Bar palettájáról választom ezt a mély bordó árnyalatot, és ezzel kezdem el elkészíteni ezt a cut crease-t, tehát a mélyítő vonalamat emelem ki. Azért mondtam a videó elején, hogy nekem nem sikerült olyan szépen, mert amint látjátok, tehát mikor én kinyitom a szemem, nekem az a vágás, az a hajlat nem pont oda esik, ahová kellene. Egy pufi zsecset segítségével elsatírozom ezt a vonalat. Ezután egy világos barna árnyalatot választok, még mindig a Chocolate Bar palettáról, és egy picit feljebb satírozom ezt a bordó árnyalatot. Később vissza fogjuk erősíteni, ha esetleg nagyon lesatíroztam volna. Következik ez a rózsaszín árnyalat, amit keverni fogok a Chanel palettámról lévő másik rózsaszín árnyalattal. Az előző palettám az ugye a Costarsense-nek a 88 színes fényes palettája, tehát ezt a két világosabb rózsaszín fényes tónust választom, és ezt kerül az egész szemhéjra. Következik ez a sötét barna tónus, egy nagyon pici bordó árnyalata van ennek is, és ezzel fogom megerősíteni ezt a cut crease vonalat. És ehhez pedig már egy kisebb satírozó ecsetet használok. És ugye az élét ennek is eldolgozom. Következik a belső szemzug, amihez egy fényes fehér árnyalatot választok. Matt árnyalatot viszek a szemöldök csontomra, szintén a Too Faced palettáról. Ez egy ilyen vanília tónus. Ismét a sötét bordó árnyalatot veszem elő, amivel ugye megrajzoltam az elején a vonalat, és az alsó szempillák tövéhez is viszek belőle. Következik a szemkihúzás, ugye Rihannának egy elég erőteljes cicás kihúzást készítettek ehhez a sminkhez, így én is így teszek. És az Avon ferde végű, illetve ferde hegyű tus filcét használom hozzá. Egy nagyon picit a belső szemzughoz is bemegyek vele, mert ahogy láttam a képen, neki is be volt oda teljesen véve ez a fekete. Egy kis korrektort viszek föl a szemem alá, ahogy szoktam, hogy tiszta legyen. Majd egy picit egy fekete szemceruzával lejjebb jövök ott a belső szemzugnál,
de csak ott. És akkor spirálozok. Rúzsnak a Gallant Paris rúzspalettámról választok egy rózsaszín árnyalatot, ám előtte kontúrozom az ajkaimat az egyik IBS kontúrceruzával, ami egyébként elhagyható, hogyha nektek szép formájú ajkatok van, és tényleg látszódik is, de nekem olyan, hát olyan eléggé érdekes ajkaim vannak, nem is látszódik pontosan a körvonala, és ugye Rihannának egy picit ilyen háromszög alakban jön az ajka, tehát neki nagyon szép formájú ajkai vannak, úgyhogy megpróbáltam én is egy kicsit csúcsosítani ott a felső ajkaimnak azt a területét. És el is készültem ezzel a Rihanna inspirálta sminkkel. Szerintem ez egy nagyon szép tavaszváró bulira alkalmas ez a smink. Készítsétek el, legyen szép napotok, sziasztok!